Windowsos környezetet használva talán már elég sokan ismerik azt, hogyha a Windows billentyűt és a tabot egyszerre lenyomjuk, akkor ilyen 3D-s, gyakorlatilag ilyen taskváltó rendszer jelenik meg, és hát nem feltétlenül akarja ezt mindenki ugye billentyűzetről előcsalni, úgyhogy most csinálunk ennek egy ikont. Nyomjunk a tálcájobb gombot, válasszuk a New-t, majd a shortcutot. A feljövő ablakba gépeljük be azt, hogy run DLL 32 space D WM API space 2-es kereszt 105. A Next-re kattintva adjunk meg bármilyen nevet, ez teljesen mindegy, ez az ikonnak lesz ugye a neve, mondjuk nevezzük el most forgatónak, ismétlem, hogy ez bármi lehet. A finish-re kattintva ugye megjelent ez az ikonunk. De hát ez így még önmagában, hogy mondjam, kicsit egyszerű, bár már tökéletesen működik. Még azt tehetjük vele, hogy jobb klikkel rá kattintunk, kiválasztjuk a legalsó properties vagy tulajdonságok részt. Itt alul találunk három gombot, a change ikonra kattintva browsoljuk ki a Windows főkönyvtárában található Explorer exe-t. Ugye itt ez azért kell nekünk ez az Explorer exe, mert ez tartalmaz egy olyan ikont, ami ennek a funkciónak a képét tartalmazza igazából. Erre kétszer rákattintunk, leokézzük, és már is ez az ikonja gyakorlatilag a kis programunknak. Még annyit tehetünk, hogy ezt lehúzzuk ide a tálcára, hogy folyamatosan ott legyen, és ha erre rákattintunk, akkor is bejön ugye automatikusan ez a kis funkció, ez a 3D-s dolog, és a gördítővel lépkedhetünk az egyes megnyitott taskok között, és ha rákattintunk, akkor ugye fölhozza azt a bizonyos taskot, amit kiválasztottunk.